Közelednek a nyugdíjkorhatárhoz az úgynevezett ratkókorszak utolsó gyermekei. Egyes becslések szerint ez azt is jelenti, hogy évente közel 200 ezer új páciens jelenik meg az egészségügyi ellátásban, ami óriási pluszterhet róhat az amúgy is bizonytalan lábakon álló egészségügyi ellátórendszere, és érzékenyen érintheti a nyugdíjrendszert is. Vendégénk a témában dr. Komáromi Zoltán háziorvos, valamint Németh György nyugdíjszakértő közgazdász. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Ez tényleg reális szám? Ez az évente 200 ezer új páciens, hát nevezzük új páciensnek őket, akik mondjuk az ellátórendszerben megjelenhetnének? Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat már évekkel ezelőtt elkezdődött, hiszen a ratkó gyerekek klasszikusan a 60 évnél már kezdenek idősebbek lenni, és ők se érték el azért évente a 200 ezres létszámot, talán olyan 160 ezer körül volt a normális évjáratok 100 ezréhez képest, és ez az a korosztály, aki egyébként nagyon keményen dolgozott az utolsó 15-20 évben, és nagyon sok közülük az, aki nem érte meg a nyugdíjkorhatárt, illetve éppen, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt és meghalt. Tehát a folyamat egyrészt elkezdődött, másrészt nem ennyire drámai, és nem úgy fog, hogy egyszerre beesik 200 ezer beteg a rendszerbe, és akkor tegyük azt is hozzá, hogy a házi orvosoknak például a jelenleg a 25%-a nyugdíjas korú ratkó gyerekekből áll, tehát maga az ellátórendszer is nehezen fogja ezt földolgozni, mert ugye az orvosok is megöregedtek közben, hát és nincs utápótás. Meg egy csomó helyen ugye hiány van, amiről ugye az elmúlt időszakban ugye beszélhettünk, hogy csomó ugye praxis üresen áll. A nyugdíjrendszert hogyan és milyen mértékben befolyásolhatja az ő nyugdíjba vonulásuk? Először is tisztáznunk kell egy kérdést. Azt, hogy ratkókorszak és ratkógyerekek nyugdíjba mennek, úgy tűnik, hogy ez a generáció valamiben hibás. Hibás abban a feszültségben, ami előállt már, illetve még inkább elő fog állni. Valójában nemzetközi összehasonlításban, a fejlett világgal összehasonlítva, ez a ratkó generáció nem volt olyan irdatlanul nagy, tehát olyan egy nő átlagban 2,5 gyermeknek adott életet ebben a korban, ahol a baby boom volt az angol száz országokban, de akár Franciaországban, Németországban is, ez akár a 3-at, 3 és felett 4-et is meghaladta. Tehát nem az a probléma, hogy ez a generáció nyugdíjba megy, hanem hogy az utána következő generációk nagyon alacsony létszámúak, és így úgy tűnik, hogy a korfán van egy hegy, egy nagyon erős domborulat, holott nem a domborulattal van probléma, hanem azzal, ami utána jött, a 60-as évektől egy nagyon gyors népesség csökkent, illetve újszülöttek száma rendkívül módon csökkent. Ez okozza az igazi problémát. Ettől vannak a feszültségek. Na most, amikor azt mondja, hogy ez okozza a problémát, ez egy gyakorlatban a nyugdíjak előteremtésében valójában milyen problémát generálhat? Ha elmondhatjuk, hogy a nyugdíjrendszer még úgy, ahogy tartja magát, annak pontosan a ratkó generációhoz van köze pozitív értelemben, hiszen ők túl az 50-en, 55-ön nagyon nagy arányban foglalkoztatottak. Amikor ez a generáció kiesik, nyugdíjba megy, 2022-t ugye 65 éves lesz a nyugdíjkorhatár, akkor ez a generáció már végképp eltűnik, akkor a helyébe lépő generáció jóval kisebb létszámú, illetve még egy dologról nem szabad elfeledkezni, nem csak a létszámokról van szó, hanem a folyamatosan meghosszabbodó emberi élettartamról is, ami szintén az öregedés egy tényezője, kevéssé szoktuk erre fölhívni a figyelmet, de hát a rendszerváltás után különösen már 3-4 évvel nőtt a nyugdíjasként az élettartam meghosszabbodása, és ez is tulajdonképpen problémát jelent, és ezt, bár ugye magasnak tarthatjuk ezt a 65 évet, ez nemzetközi összehasonlításban már nagyon is átlagosnak számít, de félő, hogy hamarosan erre a kormányzatnak valamit reagálnia kell. Lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdésnek tűnik, de hát doktor úr, azért is már mióta praktizál? Hát 30 éve. Na 30 éve, akkor biztos egy-két történetre vagy statisztikára azért még emlékezni fog, de valójában így az 50-es évek elején születettek egészségügyi állapotára, hogy mi mondható el, ha egyáltalán lehet általánosságban megfogalmazni bármit is? Én úgy gondolom, hogy az utóbbi években ketté vált a dolog. Egyrészt akinek van munkahelye, az ragaszkodik hozzá és mindent elvállal, tehát nem a napi 8 óra
munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Tehát szeretnének aktívak maradni, akkor ezek nem csak muszáj nekik, muszáj nekik, mert egyrészt, hogy eltartsák a családjukat, nagyon sokan a második, a utánunk következő generáció munkanélkül van, tehát segítik a gyerekeiket és unokáikat. Nagyon sokan nem mentek külföldre, tehát itthon próbálják a munkájukat megtartani, megőrizni. Aki viszont kiesett a munkaerőpiacról, és már 5 éve kiesett, 6 éve kiesett, ott pedig a betegségek még súlyozottabban jönnek elő, mert egyfelől megpróbál betegségbe menekülni, ez egy nem tudatos dolog is lehet, másrészt pedig az előtte ledolgozott iszonyatos mennyiségű munkába bele is rokkan. Mit jelent egyébként, amikor úgy fogalmaz, hogy próbálnak idézélesen betegségben menekülni? Ha valakinek munkája van, akkor a kisebb betegségeken is könnyebben túlteszi magát agyban, mert muszáj dolgozni, egyébként meg el is tudja végezni. De ha valakit kitaszítanak, és hónapokon, éveken keresztül próbálkozik a munkaerőpiacra visszajutni, és nem kell a tudása, nem kell, mert öreg, akkor gyakorlatilag egy idő után ebbe elfárad, külföldre menni már nem tud, és gyakorlatilag elindulnak azok a pszichoszomatikus betegségek is, amik egyébként végzetesek lehetnek. Ön közgazdász, ön szerint Magyarország megérett arra, hogy egy jelentős nyugdíjreform induljon el? A kormányzatnak el kell gondolkodni ezen. A nyugdíjreform nagyon félrevezető szó, tehát az újraformálás az egyértelműen a kondíciók rosszabbítását fogja jelenteni, tehát valószínű döntést kell hozni mondjuk a következő 5 évben arról, hogy 2022 után mi lesz a nyugdíjkorhatárral, és hát szinte elkerülhetetlen, hogy a nyugdíj megállapítás feltételeit is szigorítsák. És ez mi lenne mondjuk, hogyha szigorítani kellene? Érdekes módon egyre többször esik szó, hogy Magyarország valójában nagy lelkű nyugdíjakat ad, tehát azt nézzük, hogy milyen szolgálati időre, milyen éves szorzószámok vannak, akkor ezek, tehát aki végig dolgozza 40 évet, az 80%-os élete átlag fizetésének 80%-ával megy nyugdíjba. Ez valóban soknak számít Magyarországon. Természetesen a nyugdíjasok ezt nem igazán sokalják, de is nem szabad elfeledkezni arról, hogy azért csak egy szűk rész megy 40 évi folyamatos munka után nyugdíjba, és nagyon sokan 30-35 év, sőt meg fog jelenni egy olyan tömeg, aki a 20 év szolgálati időt nem fogja tudni fölmutatni, így nyugdíjat nem állapítanak meg számára. Ez egyelőre egy alig létező kategória. Legközelebb innen folytatjuk, uraim, köszönöm, hogy itt voltak.